Egy apró tűszúrás és két csepp vér, ilyen egyszerűen elvégezhető a szűrővizsgálat. Néhány percnél többet pedig az eredményre sem kell várni. Schneider Ferenc főorvos azt mondja, ma már tudjuk, hogy a hepatitis megbetegedéseket több vírus okozza. Ezeket A, B, C nagybetűvel jelöljük. Van közöttük olyan, ami járványszerűen terjed, például az A-vírus és az E-vírus, és erre is felhívjuk a figyelmet szórólapozással, és vannak olyanok, amelyek elsősorban nem járványosan, hanem tűszúrással, kábítószerélvezéssel, anyáról újszülöttre terjedéssel. A főtéren felállított sátorban egy gyors teszt segítségével a hepatitis C vírusára tesztelték azokat, akik erre vállalkoztak. Én mindenféle egészségügyi vizsgálat, ami van, részt veszek. Hát 110-valahányszor adtam vért, tehát én nekem az egészség fontosabb mindennél. Ez az igazság, és ez meg nagyon érdekel, mert most olvasom, milyen kérdések vannak, és jó dolog ez, na, hát többen kellene eljönnünk, ennyi. A világon mintegy 500 milliárd ember szenved krónikus hepatitis B vagy C fertőzésben. A hepatitis fertőzöttek száma Magyarországon több mint 100 000-re tehető. A C-vírus 20-30 évig teljesen tünetmentes is lehet, késői stádiumában azonban májzsugorodáshoz és májdaganathoz vezethet. A betegség vérvizsgálatból mutatható ki.